magam se vagyok gyerek, mégsem láttam iremet, tündöklő szép csillagok, amely fölöttünk ragyog. Szép jelen, szép csillag, szép napunk álma, szép napunk álma. Üdvözl légy, Jézuska, üdvözl légy, jó kis baba, miért fekszel a jászolba, a hideg is szállóba, hol a kényes palota, hol a kényes nyosztója, miért a népes mézecske, majd mászolt köcsölökbe. Szép jelen, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Yeah.
Csodunk.
kavarnánkon, mi megezd a legszentebb ünnepet. Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel, pedig énnek a gyertyát csak önök kicsordul. Miért? Miért nem lehet most közel? Átsuhannak bennünk képek, melyek talán a nagymama mézes kalácsának és töltött káposztájának csábító illatát, a vidám családi disznóvágások hangulatát idézik meg, és szépen, lassan, az egyre szaporodó gyertyák fényénél nő bennünk az öröm, hogy együtt lehetünk szeretteinkkel, izgatott várakozás, lázas készülődés jellemzi ezeket a hétköznapokat. De az adventi vasárnapok és a gyertyagyújtás felemelő pillanatai képesek megállítani a felgyorsuló időt. Ilyen csodálatos, időtlen pillanat a mai is. Összegyűltünk, forralt bort vagy teát kóstolunk, hallgatjuk a karácsonyi muzsikát, és meregünk az adventi gyertyák fényében. Köszönöm, hogy eljöttek, és kívánom mindjájuknak, hogy nyitott szívvel, egészségben, teljességben éljék meg az ilyen pillanatok örömét. Boldog karácsonyt és meghitt ünnepeket kívánok! Oh,
Na, szívesen! Egy kicsi gyermek, aki jön, a sötét égből fényőzön, ő segít bajkót hindében, és adja kórus énekel. A gyermek itt közöttünk jár, tudja, hogy érzelem mi jár, az a Yeah.